Puzsér. Ez a legsötétebb, legnyomorultabb média élmény, amit valaha életemben átéltem. Ma este. Ezek azok a pillanatok, amikor visszakívánod magad a Mónika Show elé, de hiába. Ismét bemutat. Itt van egy nemzedék, amelyik bármit megtehet, mert bármit is tesz, abból úgysem következik semmi. A 10 legszemetebb hazai videoblog. Eszetlen nagy királyok vagyunk. Igen. És egy ember. Nem tud 10 jó nőt összesen, és már 10-es listát ír belőle. Az adás végére agyvérzést fogsz kapni. Ez a terv. Aki rendet tesz a fejedben. Jó nézettség lesz, de ezért jöttem. Kezdődik a Sznobjektív. Szókimondó igazságshow a Hír TV-n. A stúdióban Puzsér Róbert, az ország legmegosztóbb kritikusa. Megosztó jó estét kívánok! Ma este véleményeket osztunk meg a legmegosztóbb megosztásokról. A 21. század televíziója a YouTube, ahol bárki egyszerre producer és néző, tartalomszolgáltató és felhasználó. A televíziózás demokratizálódott. Többé nem a szűk elit játéka a széles tömegekkel. Az új média minden pillanatban új média elitet termel. Bizakodásra azonban nincs okunk, sőt, a helyzet rosszabb, mint azt a kedves tévénézők elképzelik. A siralmas állapotok analíziséhez Dancsó Péter videoblogger segítségét kérem. Sziasztok! Az itt a nagy kérdés, hogy beszélhetünk-e még egyáltalán tartalomszolgáltatásról, vagy beszélhetünk-e egyáltalán tartalomról? Persze, persze, vannak nagyon nem pusztán az ingerületek sülnek ki a szemünk láttára, meg a fülünk hallatára? Tehát ténylegesen beszélhetünk arról, hogy bármiféle tartalom minősíti, vagy fémjelzi ezeket az úgynevezett videoblogokat? Vannak, csak nagyon kevés. Tehát körülbelül egy kezemben meg tudom számolni a jó csatornákat csak Magyarországon, viszont aki, ahogyan demokratizálódott a tartalomgyártás az interneten is, úgy gyakorlatilag mindenki videózhat, és ez a problémája is, hogy mindenki videózhat, viszont ez a jó is benne, hogy mindenki videózhat, teljesen demokratizálódott, teljesen mindegy, hogy valaki fiú vagy lány, milyen származású, milyen identitása van, ugyanúgy leülhet a kamera elé, és elkészítheti a saját tévéjét, és nem kell bejönni egy tévéstúdióba. Uh-huh. Tehát akkor érteni vélem a problémát. A régi világnak az antidemokratizmusa az volt, hogy nem videózhatott mindenki, hanem csak egy szűk elit tévészhetett. Igen, az így van. Ma pedig már inkább az a probléma, hogy annak a következménye, hogy mindenki videózhat, az az lett, hogy bárki videózhat, és bárki videózik is. Igen, mindenki. És az anyukája is. Az az érdekes itt, hogy amíg egy kezeden meg tudnád számolni a színvonalas videócsatornáknak a számát, addig a színvonaltalan és igénytelen internetes trash az meg olyan mértékű, úgy halmozódik, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Hát ez nem csak az interneten van így, tehát ez a televízió csatornákkal is ugyanígy van, hogy ott is meg tudom számolni egy kezemben az igényes televíziókat, és az igénytelen televíziókkal is Dunát lehet rekeszteni. Tehát te azt gondolod... Ez minden tartalomgyártással így van egyébként. Hogy az általános mérlege a YouTube-nak az nem rosszabb, mint amilyen a hagyományos televízióké volt. Így van. Listán 10. helyén a történelem utáni ember ad számot önnön érvénytelen létezésének triviális részleteiről. 10. Rikó. Háló, ez itt az új videóblogom. És az ölt bennem, hogy mi van a táskámban. Először is a kedvenc napszemüvegem, ami nélkül biztos, hogy nem megyek semmivá. Jós kártyám. Ami nélkül tényleg nem tudok élni, az a nappali hajápoló elszép, ez a külföldi mobilom, meg a másik mobilom, ezen ilyen csillogós bigyó is van. Nesze szerem, amiben a sminkim is van, de hát az összes sminkem nincs benne, mert szerintem az összes sminkim a táskámban se kérdele. Ez a mi van a táskámban, ez egy YouTube formátum. Tehát, hogy ezt értjük, hogy ez nem pusztán egy
eseti mutogatós diatáskám tartalmával, hanem ez egy olyan... Ez egy műfaj. Műfaj, amit itt és most Rikó előadásában élvezhettünk. De most hogy éppen. Ez már végig söpört a hazai webben, már mindenkinek a táskájába belenézegettünk, talán csak Rogán Antal Louis Vuitton táskájába nem nézegettünk még bele, talán azért nem, mert abban vannak érdekes dolgok. Tehát, hogy eddig még a mi van a táskámban műfaj millió és egy darabja során egyetlen egy érdekes dolog nem került még elő abból a rohadt táskából. De miért nem adod meg a lehetőséget? Lehet, hogy pont a következő videoblogger a következő videós táskájából előkerül valami. Én már nem akarom, az az igazság, hogy én már nem akarom végignézni ezt a mesét. Hát valójában arról van szó, hogy a táska tartalma mindeddig a pillanatig teljesen érdektelen és érvénytelen volt. Engem érdekel. Engem például kifejezetten érdekel, hogy Rikónak a táskában milyen, pont egy Louis Vuitton táskában, milyen, nyilván nem az eredeti, hanem egy kínai piacos, mik vannak benne. Tehát érdekel, még az is érdekelt volna egyébként, hogy a smink készletén belül még mik vannak. Ez az igazság, hogy meg vagyok keseredve. Ez a baj. Ezért nem tudok örülni a Rikó táskájából előkerülő dezodornak. Ez a baj. Pedig valójában dezodor. Tehát, és most és került elő. És a Rikóé. Igen. Szóval, hogy... Az fontosabbá teszi, hogy a Rikó dezodoráról van szó. Na, látod, ez az érdekes, hogy először is voltak a celebek, és az ő érdektelen hétköznapjaik. Aztán ezt az élményt, ezt a Facebook kiexportálta mindenkinek. Mostantól bárki celeb lehet, mindenki elkészítheti a saját bulvárlapját, saját bulvár platformján a saját életének az érdektelen és banális részleteivel nyomaszthatja a környezetét. Tehát igazából mindenki megengedheti magának, hogy a mai reggelije az címlapra kerüljön, legfeljebb a saját Facebook üzenőfalának a címlapjára, de mindenképpen címlapra. És hogy valójában eljött az a nemzedék, amelyik tökéletesen evidenciaként kezeli azt, hogy amit ő előránt épp a táskájából, ami a kezébe beleakad, az érdekes. És azt ő megmutatja rengeteg embernek, látod, hogy milyen érdekes és milyen fontos dolgot vettem elő? És itt a random dolog van épp a kezében, tehát semmiből semmi nem következik, bármi teljesítmény, és ennél fogva bármi akad a kezemben a táskámból, az itt és most egy esemény, hogy előrántottam és megmutattam nektek. Gondolj bele, hogy mennyi munka, mennyi előkészület van egy ilyen videó mögött, hogy azokat a dolgokat, ami amúgy nincs benne a táskában, azt a videó forgatása előtt bele kell tennie. Gondolj bele, hogy Rikó mennyit dolgozott ezzel. Na igen. És egy kicsit értékeld jobban ezt a műfajt. Listán 9. helyén az internetes pornó nemzedéke csipkefehér neműket és izzadtinik futballimitációját mutogatja a rossz ízlésű csürhének. 9. vetközős focis kihívás. Ne! Akkor le kell vetkőzzek, ugye? Az már jobb arra megy. A be! Á! Gratulálok. És oda kell szépen fordulnod, jó léttél. Neked is gratulálok. Takarodjál, jöjjön! Látod, jó csajnak tartanak a vasutasok. Tessék! 11-esek imitációja zajlik. Futballra még csak nem is emlékeztet, de legalább pornóra sem. De legalább még csak mesztelenség sincs benne, hát hiszen a YouTube-on nem lehet mesztelenség. Meg kell húzni a határokat, a YouTube igen. Húzta meg ezeket. Ez egy családbarát pornó. Igen. Hogy valójában arról van szó, hogy ha focit szeretnék nézni, attól is 3 billentyű lenyomására vagyok. Ha pornót szeretnék nézni, attól 5 billentyű lenyomására vagyok, de én valójában egyiket se szeretném nézni, hanem helyette valami olyasmit szeretnék nézni, ami pornóhoz is kevés, focihoz is kevés, mindkettőt imitálja, valójában az erotikus tartalom épp hogy de majdnem, de nem történik meg, a foci az nagyon bőven nem történik meg, viszont igénytelen, kültel kis uttyókat láthatok, amint a férfiak úgy csinálnak, mintha fociznának, a nők úgy csinálnak, mintha vetköznének, én meg úgy csinálok, mintha tévéznék. De milyen jó ez a fúzió. Tehát így a srác rájött, hogy Magyarországnak 2 dologra van szüksége, focira és nőkre. Mind a kettőben jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk fociban, és nagyon szépek a lányok nálunk. Hát csak, és ezt a kettőt zseniálisan összerakta a srác. Csak hogy ez a videó ez arról szól, hogy hogyan kell megúszni mindkettőt. Hogyan kell megúszni a csajozást, és hogyan kell megúszni a focizást. Majdnem focizok, jutalomból pedig nem.
De ez az a szituáció, nem? Ezért épülnek a stadionok Magyarországon. Mindegyikben egy ilyen videót forgassanak, és azt szeretném látni. Mindegyikben egy hasonló videót. Listánk 8. helyén jótékonyan felviláglik az internetes hulladék fényes oldala. 8. Baróti Sztár TV. Sziasztok! Újra itt vagyok, Sanyika Baróti Unásztár televíziótól. Üdvözlöm nagyon szeretettel az angliai nézőimet, rajongóimat. Igen, küldöm nektek a pozitív energiát, a legjobbakat, tőlem Sanyikától, és nézzétek tovább is a Baróti Unásztár televíziót. És az élő műsoraimat továbbra is. Így van, a legjobbakat kívánom tőlem Sanyikától. Küldöm a Big Like-ot nektek is Angliába, jó? Sziasztok, minden jót, nézzétek meg! Sanyika az internetes trash Jedi lovagja. Tulajdonképpen ő a YouTube-on fellelhető egyetlen igazán szerethető figura. A tartalom, amit gyárt, igazából nem tartalom. Tehát, hogy így igazából semmiről nem szól, nem hordoz semmit, de valahogy ezt Sanyikától mégsem várjuk el, mert Sanyika személye az annyira közeli a szívünkhöz. És ráadásul Sanyika, az sem titok, hogy ő erdélyi. És ha nem lett volna Trianon, lehet, hogy nem is szeretnénk ennyire Sanyikát. Nem akarnánk ennyire szeretni Sanyikát, de lehet, hogy Sanyika sem lenne ennyire ágról szakadt, hogyha nem lett volna Trianon. Valahogy ez az egész sanyikaság, ez minden, amivel a Budapest TV hiába próbálkozott. Azért a Budapest TV-nek a hazai trash számos babérját sikerült learatnia. De voltak olyan magasságok, vagy mélységek, amelyeket nem. És eljött Sanyika, és egy személyben bevégzett mindent, amit Anetkának, Lexikének, Tominak... Hát átvette a helyét a Budapest TV-nek. Nem sikerült, igen, átvette. De érdekes, hogy amint megszűnt a Budapest TV, felemelkedett Sanyika helyette. Ez így van. Sanyika a trash tévézés nagymestere. És mennyi különböző műsora van? Tehát Sanyika tornaórát csinál, Sanyika táncol, Sanyika főzőműsort is csinált, Sanyika csinált divatbemutatót, például amikor elmentek otthonról a szülei, akkor felpróbálta a szülei ruháit, és végigvonult bennük a folyosón. Rengeteg különböző műsor, sőt, a Sanyikának élő közvetítései vannak, amikor például kiteszi az ablakba a kamerát, és csak veszi, és ott lehetsz vele Sanyikával, és nézheted, hogy Baróton mi történik az utcán 2 órán keresztül. Én mindig nézem ezeket az élő közvetítéseit, és úgy érzem, mintha Sanyikának a családtagja lennék közben. Úgy tért vissza az elszakított nemzettest, ahogyan nem is képzeltük soha. Mint hogyha leomlottak volna a határok. Mint hogyha személyesen valami nagyon-nagyon-nagyon közvetlen élményt szereznénk erről az erdélyi, nyomorult, magányos hétköznapjairól. Ezós. Ja, ezó igen. Hétköznapjairól. Igen. Ez Sanyika. És nem véletlen, hogy az a szlogenje, hogy ahol szeretet van, ott remény van, és jövő van. Listán 7. helyén a legnagyobb marketing költségvetésű multinacionális részvénytársaság kulturális megrontást végez 3 öntudatlan hülye gyereken. 7. Fanta elnöki főnökség. Szépen beletöltjük a Fantába. Milyen jó szivárvány színe van, ugye? Kedvencem. Hát minimálisan így azért bepörgetjük. Na, kóstold meg, Bálint! Ez nagyon jó! Wow! Ezt hogy csináltad? Gyerekek játszóházat létesítenek a McDonald's-ból, és a személyes brandjüket, az identitásukat kabátgombokért árusítják ki. Azt a személyes brandjüket, amiről azt sem tudják, hogy egyáltalán létezik. Mennyire nemtelen egy multi részéről belerángatni ezeket a gyerekeket ebbe, hogyha van jelentése a kulturális megrontásnak, és hogyha van olyasmi, ami már-már határos a média pedofiliával, akkor az ez.
De gondolj bele, hogy milyen zseniális marketing. Tehát a marketingesek itt nagyon jó munkát végeztek. Megtalálják azokat az influencereket, akiknek már van egy bizonyos követőtábora, vannak mögöttük számok, viszont még annyira fiatalok, hogy nem alakult ki a média etikettjük. És nem tudják, hogy mit szabad mondani, mit szabad bevállalni, és mit nem. És ezt kihasználják, és ezt tök jól csinálják a marketingesek, le a kalappal előttük. Azért jók ezek a videók, mert ezek tájékoztatnak minket olyan a legújabb termékekről. Nagyon fontos eseményekről. Mondjuk egy új terméket bevezettek a piacra. Egy új íz, Fanta, igen. Új íze, kipróbálhatod bármikor, hogyha bemész a McDonald'sba, de ezek a fiatalok egyébként már letettek valamit az asztalra, és az a McDonald'sos tálca. Amit a Fókusz, a Mónika Show és a Balázs Show elvetett, az listánk 6. helyén érett be. 6. Molnár Krisztián b***os live. Ez a legsötétebb, legnyomorultabb médiaélmény, amit valaha életemben átéltem. Ezek azok a pillanatok, amikor visszakívánod magad a Mónika Show elé, de hiába. Mert nincs kegyelem, mert nem tér vissza a Mónika Show, mert a Mónika Show az ma már egy kihordott, egy túlhordott állapotban van. Molnár Krisztiánnál lényegült. Mindaz, ami Mónika Showként elkészült az elmúlt évtizedek során, az mostanra összeállt egyetlen egy Molnár Krisztián be***os live-vá. Molnár Krisztián egy műfajteremtő. Gondolj bele, hogy ilyen műfaj, mint be***os live, ezt úgyis ki fogják cenzurázni, be***os live, még nem volt Molnár Krisztián előtt. Ezt ő találta ki? Ő egy műfajteremtő ember. És gondolj bele, te mikor találtál ki egy új műfajt, ami még előtte nem létezett? Gondolj bele, ez egy olyan új műfaj, ami arról szól, valahogy arra reflektál a Krisztián, hogy azt a minősíthetetlen, igénytelen szemét, médiatartalmat nem tudom józanon legyártani egyszerűen, ehhez be kell b***nom. Tehát le kell alacsonyodnom az amúgy is jóformán félállati szintem alá, mélyen, és akkor ott kell megvalósítanom valamiféle médiatartalmat. És néha csatlakoznak hozzá a szülei is. Tehát vannak családi be***os live-ok, amikor rájöttek a szülei, hogy Krisztián ezzel egész sok pénzt keres, egy este alatt összerak pár százezer forintot, mert ugye lehet neki adakozni az élő közvetítés közben. És emberek fizetnek. És ezért fizetnek, persze. Hogy mit csináljon a Krisztián? Meg lehet neki mondani, hogy most félmeztelenül táncoljon, most alsónadrágban táncoljon, most guminővel táncoljon. Vannak ilyen kellékei, amik ott vannak a háttérben, amikre fel lehet kérni, hogy mit csináljon velük. És azért fizetnek az emberek, igen. Az egyik ilyen az volt, hogy közösen a hárman a családdal táncoljanak. Ez kellenek felhasználók is. Tehát, igen, meg kell egy Krisztián. Hát és kellenek a szülők, akik Krisztiánt még nem rakták ki. Hány éves ez a kölyök? Hát ennek már nem a szüleivel kéne élni. Hát már önmagában az egy csőd, hogy a szüleivel él. Hát még mekkora csőd, hogy tartja magát. Hát még mekkora csőd, hogy és ebből gyárt médiatartalmat. És hát még mekkora csőd, hogy ehhez csatlakoznak a szülei, akik nem veszik észre, hogy a gyerekük élete egy csőd, hanem úgy látják, hogy a gyerekük élete az egy siker, hiszen pénzt küldenek neki azért, hogy alsónadrágban igénytelenkedik be a YouTube csatornáján. Tehát csatlakozzunk hozzá. Hát a gyerekünk már is többre vitte, mint mi. Így van. Egy kicsit keres. És csatlakozzunk hozzá. Többet keres, mint a szülei. Gondolj be. Ez nem azzal, egy komplet nemzedék csődje. Otthon b***ik egyedül. Hogy a fiam b***ik egyedül, én 8 órát dolgozom a Tesco-ban, és a fiam 6-szor annyi pénzt keres azzal, hogy tegnap is b***ott. Valahogy jól csinálja. Igazából tudod, hogy mi az érdekes? Tudod, hogy mi a Molnár Krisztián média élményben a legvonzóbb és a legfogyaszthatóbb? Hogy mindannyian azt akarjuk érezni, hogy az életünk lehetne szabb. Sokkal szabb is. Eszetlen nagy királyok vagyunk. Igen. És bárkik is vagyunk, a Molnár Krisztián be***os live-ot nézve vagyunk valakik. Ez így van. Ja. Le a kalappal. Le a kalappal. Az 5 legszemetebb hazai videoblog ismertetésével hamarosan folytatódik a Sznobjektív. Itt van valaki, aki nem tud 10 jó nőt mondani, de 10-es listát készít arról, hogy kik a jó nők. Hát
Először tudjál 10-et! Aztán csinálj egy listát! De nem elég a 10 mert, hát a 10-et tudsz, az nem elég. Gondolj hát tudjál bele. 12-t! Akkor már lehet egy 10-es listát írni, de hát meg! Nem tud 10 jó nőt összesen, és már 10-es listát ír belőle? Az adás végére agyvérzést fogsz kapni. Ez a terv. A Sznobjektív folytatódik az 5 legszemetebb hazai videoblog megnevezésével. Listánk 5. helyén egy reality hős ad számot arról a valóságról, ami leárnyékolt belső terébe a lehajtott zsalugáterek közbeszüremlik. 5. VV Soma vlogger, reality hero. Na jó, a Sarka Kata, szerintem Magyarországon őt ismerik, Petikén tőle meg bocsánatot szeretnék kérni, tényleg nagyon jól életkön volt. A 6. helyezett számomra egy énekesnő, aki tényleg nagyon jól néz ki, nagyon patika, nagyon szuxi, oda teszi magát a koncerteken, bár itt Magyarországon ugye nem tette oda magát. A 6. helyen számomra Rihanna végzett. Sarka Kata is rajta volt a listán. Itt VV Soma a 10 legvonzóbb nő, számára legvonzóbb nő listáját ismerteti. Na most ez történik akkor, amikor a posztmodern, velejéig posztmodern hős egy modern eszközt, ezt a 10-es listát próbálja alkalmazni, és nem is érti, hogy mire való. Nem érti. Hát hogy lehet egy listán rajta Rihanna, meg Sarka Kata. Azért, mert őt látta, Sarka Katát látta a kondiban. Tehát ez elhangzik a videóban, hogy azért tette az 5. vagy 6. helyre a Sarka Katát, mert múltkor látta a konditeremben, és látta, hogy milyen jó alakja van. De ez tipikusan az a pillanat, amikor itt van a lista, csak az nem jött el, aki a listát alkotta. Tehát, hogy a VV Soma az hát sajnos nem jött el. Bár itt van egy ilyen teljesen VV Somának látszó valaki, de hát nem hisszük el róla, hogy ő valaki, aki egy listát tud alkotni a legjobb nőkről, mert 7. Sarka Kata, 6. Rihanna. Hogyan? Hát hogyan? Miféle listán? Hogyan férnek ezek össze? Egyáltalán. Azt se érti, hogy mit jelent az, hogy 10-es lista, de ő már is 10-es listát ír. Meg az érdekes még, hogy a 10. helyre olyan embert tett, akit ő nem, aki neki nem is szimpatikus. Nem is szép, neki nem is tetszik. Neki nem tetszik, az a csaj nem patika, nem szuxi, tehát így vannak új saját szavai, amiket nagyon, tanultam belőle. A nagyon jó nők 10-es listáján a 10. helyezett, az VV Soma szerint, hát nem jó nő, de a haverjai... De mások azt mondták, hogy a haverjai jó, mondták neki, hogy az jó nő, úgyhogy ő fölrakta a saját 10-es listájára azt, aki nem is jó nő. Tehát itt van valaki, aki nem tud 10 jó nőt mondani, de 10-es listát készít arról, hogy kik a jó nők. Hát először tudjál 10-et, aztán csinálj egy listát, de nem elég a 10 meg. Hát ha 10-et tudsz, az nem elég. Gondolj hát tudjál 12-t, akkor már lehet egy 10-es listát írni, de hát meg. Nem tud 10 jó nőt összesen, és már 10-es listát ír belőle? Az adás végére agyvérzést fogsz kapni. Ez a terv. Médiaképes. Jó nézettség lesz, de ezért jöttem. Nem, hát itt valójában azt látjuk, hogy nem sikerült megérteni a feladatot. Már nem a valóságról akarunk elmondani valamit erről ezzel a 10-es listával, hanem magunkról, VV Somáról. Ez a lista VV Somáról szól. VV Soma ezeket a nőket látta tévében, személyesen, vagy amikor gyúrni volt a konditeremben, ugye ott látta a Sarka Katát. Szóval igazából arról van szó, hogy van a VV Somaság, és a VV Somán vannak ilyen rések, amiken keresztül a valóság így beszüremlik. És a VV Soma nem a valóságról ad képet, hanem arról, ami így belül a valóság és VV Soma vegyülete. Valamilyen módon. Nem, azért, mert Soma, Somának hívják. VV Soma. VV Soma. Doktor, ez az Soma. Új doktor. Ezt értjük, hogy a VV az az új DR. Régen azzal lehetett hencegni, meg veretni, hogy előadtad magad, mint doktor. Ma a VV ugyanez. Le a kalappal előtte. A 4. helyen álló videoblog elkövetője a magyar nyelvű YouTube legnagyobb elszalasztott esélye. 4. Videománia. Az alkoholtól úgy tűnt, hogy ötletnek lesz ez jó mára. Nem értem, mit keres rajtam, hosszúkat is tetkó. Most gameplay lesz, egy verekedős, a gallérom ettől meredezős. Szeretek a széllel szembe egyenesen.
Barbie. Ezt imádja Csillám Lover, 2001 Barbie. Látszik is a számokon, hogy Magyarország a városom. Igen, látszik is a számokon, hogy Magyarország a városom. Az arcomon nem bőr van, Dancsicskák, nem bőr van. Na ez az az ember, akiről még én sem tudok jót mondani. Tehát régen ez az ember, ahogy ismerjük, ez egy tehetséges valaki volt. Ez egy autentikus művész volt, amikor még nem nézte senki. És aztán egyszerűen eljött egy pont, amikor eladta magát a nézettségért, eladta magát a kattintásokért, most már csak bohóckodik a kamera előtt, és most már eladta magát a tévének is. A neoprimitivizmus, ez a hanyatlás, ez jól tetten érhető ezen a figurán. Így van. Ugye Baló Györgynek még nem kellett felrakni a cicafület. Baló Györgyre még figyeltünk, anélkül, hogy felrakta volna a cicafület, és aztán eljött egy nemzedék, amely most már úgy érezte, tudja felhívni magára a figyelmet. Úgy érezte, hogy ő kevés. Így kevés. Önmagában nem képes számot adni a világról, ide kell a cicafül. Kell valami, amivel kiiratkozunk az emberi sorból. Igen. Ugye? Engem mélységesen felháborít, hogy ő már csak bohockodik a kamera előtt. Ahelyett, hogy mondjuk verset olvasna fel, vagy valami kulturális tevékenységet végezne, vagy támogatná a fiatalokat, vagy tanítaná őket. Mennyire sokat vártunk ettől a sráctól? Rengeteget. Én azt vártam, hogy megreformálja a televíziózást, és nem tette meg. Szégyelje magát. Csalódás. Ő lett a zsebtévé, ugye? Akármi is. Ugye, a Kalocsai Miklós és Gyabronka József annak idején. Te nem hallottál még Hakapeszi Makiról? Arról hallottam, csak ezekről a nevekről nem. Na hát ők voltak a műsorvezetők. Amennyiben ezek az emberek tehetségtelen emberek voltak, úgy egyetértek veled. Arról van szó, hogy gyerekeknek gyártottak televíziót. Ugye? Igen. Kisgyerekeknek. Na ahogyan, most ahogyan a Dancsó is csak Dancsó a tényleg Péter valami ilyesmiben utazik. Ugye? Versmondó lány, Hakapeszi Maki, meg a Hiszékeny úr. Ugye? Ő meg egy felfújhatós bárányal bohockodik a kamera előtt. Igen, valami olyasmi. Valami olyasmi, ami... Neki is megvan a Hakapeszi Makia. Igen, igen, egy saját Hakapeszi Makia. Igen. Engem felháborít, hogy valakit ezért nézzenek ennyien, és valaki ezzel keresse gennyesre magát. Igen. Mélységesen felháborít. Igen, csalódás. Én azt gondolom, hogy túlságosan szigorú vagy vele. Én azt gondolom, hogy annyira vele nem lehet túl szigorú. Nem, annyira nem szigorú. Tulajdonképpen önmagához képest egy nagy kudarc ő. Valójában nem, ebben a mezőnyben igenis van helye, és van nála három darab. Hát minimum. Ja. Listánk harmadik helyén kulturális atomvillanás keretében teljesül be mindaz, amire a Református Ifjúsági Magazin mint hiába tett kísérletet. Harmadik, középsuli. Srácok, nem kéne itt lennünk. Bármikor előjöhetnek a vízilovak. De vannak itt vaddisznók is, és olyan aranyosak. Zsani, benne nem számít. Gyerekek, hallottátok ezt a hangot? Mi volt ez? Miért a BBC dokumentumfilmjéből veszik a vadállatokat a saját megijedésükhöz? Azért... Hogyan gondolják ezt a médiatartalmat, hogy kivágnak a dokumentumfilmből egy állatos részt, és utána megmutatják saját magukat, ahogy megijednek az állattól? Én még nem láttam embereket David Attenborough természetfilmjei elől menekülni. Erre volt szükségünk? Ezért kellett a YouTube? Ezért kellett demokratizálni a televíziózást? Azért van ez, mert ezek a fiatalok, bár nem látszik, de dollármilliókat érnek, ezek nagyon nagy médiaértéket képviselnek ezek a fiatalok, és hát nyilván nem fogják kitenni őket veszélynek. Tehát egy vadállatok közelébe őket nem engedik, hiszen akkor leáll a forgatás. Helyettük nem tudnak újakat szerezni el, nem tudnak castingolni, akkor a tehetségek, hogy nem tudnak új embereket castingolni ehhez a sorozathoz. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy zendülés. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy igénytelenkedés, amikor színésznek próbálnak látszani olyanok, akik még csak iskolai színjátszókörbe sem jártak. Ugye? Tehát arról van szó, hogy nemhogy nem színészek, de még csak nem is színi növendékek. És itt nem gondoltam, hogy valaha ezt fogom mondani, de a Barátok közt az ehhez képest a Royal Shakespeare Theatre. Hát meg más a célközönség. Tehát én örülök neki, hogy végre van egy fiataloknak szóló internetes webszéria, ami már több mint 60 részt élt meg. Uh-huh. Tudjuk, hogy ez úgy készült, hogy a tanár úr
az érettségi után nem eresztette szélnek az osztályt, igen, hanem azt mondta nekik, hogy folytassuk a diákszínjátszókört, és gyártsunk belőle YouTube sorozatot, és gyártsunk az életetekből, amit még csak el sem kezdtetek, gyártsunk belőle mindjárt szappanoperát. És milyen jó döntése volt. Amíg ő nyaralgat, és a nyaralós felvételeit is bevágja ezekbe a részekbe, addig a többiek megcsinálják neki a szponzorációkat. Ez mennyire etikus? Jó látni, hogy ezt a nemzedéket sokkal nehezebb felvásárolni, mint az előzőt. Tehát, hogy addig, amíg az előzőt azt kabátgombokért lehetett felvásárolni, itt azért már komoly pénzeket ki kell fizetni. Igaz? Legalább 500 forintot. Hát, vagy dollármilliókat. Na ez a nagy kérdés. Mennyit érnek ezek a kölykök? Mert igazából még nem értek a csúcsra. Tehát, még nincsen Gucci táska. Én azt érzem, hogy jelenleg fillérekért vásárolják föl őket, és hogy az ő personal brandingjük az azért magasan meghaladja ezt a színvonalat. Hát őket még nem a Fanta kereste meg. Hát igen. De majd eljön az az idő is, és akkor egy újabb szintet tudnak lépni. Hát nagyon reméljük. Istánk második helyén a szociális viszítás és a terméketlen neoprimitivizmus hája el pokolban fogad Nászát. Második, Szabi ezt. És akkor itt vagyunk, ismételten visszatértünk, a helyzet a következő. Az iPad az ott van, Szabi még mindig ki van akadva. Az iPad az ott van bent a hűtőben, le van hűtve. Az olaj az fel van melegítve. Tehát, hogy ez körülbelül így áll, hűtés, melegítés megvan, vehetjük ki az iPad-et. Na, tehát a mélyhűtőbe betettük az iPad-et, hogy azért hideg legyen, ugye? Ja! Hoppá! Oké. Utána egy bakolás tutoriált fogunk bemutatni, de Szabi legutább. Ez konkrétan, figyelj, úgy néz ki, mint nagyon a rétes hütje. Tehát, hogy... Az iPhone, hogy el tudott volna benne jobban összkelni. Hopp! Oh. Azt a minden itt egy, és kajak, mint egy rántott csirke, mert gyerekek! Itt a mi hőseink Szabi est vezetésével kirántanak egy iPad-et forró olajban. És milyen zseniális, hogy a két műfajt összetette. Tehát ez egy főzős videó is, és egy tech videó. Szabi est vagy Szabi est? Ezt senki nem tudja. Ő mindenki más Szabi estnek ejti, ő az egyetlen, aki Szabi estnek ejti. Aha. Van ennek a videónak egy kulturális előzménye. Ez a Will it blend, that is the question videósorozata, amiben egy fehér köpenyes, kifejezetten tudósnak látszó figura a Blendtec nevű darálógépet reklámozza, és a reklámnak a folyamata az azt jelenti, hogy minden egyes epizódban ledarál valamit. iPhone-t is darál benne, de golfütőt is ledarál benne. De ott legalább volt tétje a folyamatnak. Nem lehetett tudni, hogy vajon a daráló darálja-e vagy sem. Persze az epizód végére mindig kiderült, hogy igen, darálja, hiszen egy reklám volt a maga a videósorozat, de azért mindig volt valamennyi tétje, látjuk-e, ahogy darálja, hogy mind darálja le. Itt a dolognak semmiféle tétje nincsen. Itt még csak a kihívás sincs. Mert ugyan miféle kihívás ez? Itt egyedül a szemérmetlen szociális uszítás az, ami zajlik. A gazdag kölykök... Azt is jól csinálják, tehát a provokációt is tudni kell jól csinálni. A gazdag kölykök megmutatják ennek az amúgy Monte Carlo-i színvonalon élő országnak, hogy hogyan kell kirántani forró olajban az iPad-et. Mondjuk egy ilyen 130 ezer forintot érő eszközt. Ugye? Itt két dolog találkozik. Az egyik az ez a szociális uszítás. A másik az pedig a terméketlen cselekvés. Tehát a cselekvés, amiből nem következik semmi érvénye nincsen, valahogy kicsit olyan az egész, mint egy végtelenül magára hagyott nemzedéknek a jaj kiáltása. Itt van egy nemzedék, amelyik bármit megtehet, mert bármit is tesz, abból úgysem következik semmi. És valahogy... De hát következik egy rántott iPad. Én egyedül azt hiányolom ebből a videóból, hogy nem volt a végén kóstolás. Tehát pont ezt a lényegi részét egy főzős videónak kihagyták. Én azért megnéztem volna, hogy elvágják az iPad-et, megnézik akár maghőmérővel, hogy átsült-e rendesen, rózsaszíne belül az iPad, az alaplap is átsült-e rendesen, és utána meg is kóstolják. Tehát ez sajnos hiányzott ebből a videóból. Én szerintem ez az egyetlen hibája. Nem ez a lét elviselhetetlen könnyűsége? Az iPad kirántása? Nem erről írta Milan Kundera?
Nem ez ennek a nemzedéknek az igazi tragédiája, hogy nincs saját tragédiája? Nem ez ennek a nemzedéknek a sorsa, hogy nincs saját sorsa? Hogy a cselekvései üresek, és bármit is tesz, abból nem következik semmi, ezért aztán bármit tehet, és ezért aztán bármit tesz, semmit tesz? Hát túl dramatizálod. Én szívesen megnéznék mondjuk minden évben, amikor kijön a legújabb iPhone, kijön a legújabb iPad, megnézném, hogy azokat hogyan panírozzák be, vagy azt szét tudják-e turmixolni. Én akár még Szabi Est vagy Szabi Est helyében még a saját autómat is kirántottam volna. Igazából mire mennénk ezek nélkül az elkényeztetett burzsújkölykök nélkül? Hát nem lennének ilyen videók. Szerinted akkor mit kéne néznünk? Mind szórakoznánk? Hát, maradna a BBC, meg azok a dögunalmas természetfilmek, ugye? Amitől menekülnek a középsulisok. Na igen. A 10 legszemetebb hazai videoblog közül 9-et már ismertettünk, és a lista vezető kihirdetését sem fogjuk átaludni. 10. Rikó. 9. vetkőzős focis kihívás. 8. Baróti Sztár TV. 7. Fonta elnöki főnökség. 6. Molnár Krisztián b***os live. 5. VV Soma vlogger, reality hero. 4. Videománia. 3. középsuli. 2. Szabi Est. A lista vezető produkciója hibátlan. Hiszen csak az nem hibázik, aki nem is dolgozik. 1. Pandúr Show. Ez az úgynevezett alvós live műfaja. Ez a tökéletes produkció. Na igen, ez az a média termék, amit már jóformán nem lehetne fokozni. Az az igazság, hogy ahogy MC Bufla alszik, nincs úgy ébren senki. Így aludni az teljesítmény. Azt kell, hogy mondjam, teljesítmény. És ő nem az asztalra tett le, hanem az ágyba. És saját magát. Szóval... Én nekem már nagyon-nagyon régen tervem, hogy legyártom a tökéletes színpadi sót. Egy tehetségkutatón megjelenik egy nagyon cuki kislány, és mielőtt a zsűri így megadná neki a jelet, hogy lehet kezdeni a produkciót, ő elmondja, hogy neki ma este meghalt mind a két szülője, édesapja és édesanyja egy autóbalesetben, úgyhogy ezt a dalt ő most nem fogja elénekelni. Szabadjon nem elénekelni a dalt a gyászoló kislánynak. Én azt gondolom, hogy ilyen tökéletes előadás nem volt még, és azt gondolom, hogy ha ez a dal egyszer majd nem hangzik el, akkor megszületik a tökéletes médiaélmény. Tehát erre lehet azt mondani, hogy az összes zsűrinél garantáltan 10 pont. Merészeljen egyetlen egy zsűri 9-est adni. Ki ad erre 9-est? Az, akinek nyilván, az, akinek még élnek a szülei. Nincsen szíve. Hát mert nem ismeri a gyászt, nem tudja, milyen az, amikor meghalnak a szüleid. Na jó, az ilyen megérdemli. Na jó, szóval... Hát az ilyen ne is legyen zsűri többen. Pontosan. Tehát arról van szó, hogy a modern korban az énekléshez énekelni kellett. A festéshez festeni kellett. A filmrendezéshez meg filmet kellett rendezni. Na most eljutottunk a posztmodern korba, amikor már nem kell. Amikor a legszebb dalt az énekli el, aki nem énekel, mert hozta a sztoriát, és a sztoria jobb, mint a dal. Nem rendez filmet, nem fest festményt, mert hozta a sztoriát, és a sztoria jobb, mint a festmény vagy a film. Nincsen szükség produkcióra, nincsen szükség teljesítményre, hanem egy átélhető pillanatra van szükség. Nem énekelni kell, a pillanatot kell uralni. Hozni kell egy olyan sztorit, amitől bepárásodik a szemed, és az hidd el, a legszebb dal lesz. Olyan szép dal lesz, hogy el se éneklem neked. Lehet, hogy Buflát kéne megkérned rá. Hogy ő ne énekelj el, inkább aludjon helyette egyet. Aludjon rá egyet. Igen. És majd utána talán nem énekli el. Én már is adok egy 100-ast erre a 10-es skálán. Sőt, a 10-es listán adok egy 100-ast.
A hazai YouTube felhozatalát szemlézve, bátran és bizalmunkban megerősödve várjuk a posztmodern újabb és újabb kihívásait. Amit az előző generáció képletekbe, filmvásznakra és verses kötetekbe álmodott, azt a történelem utáni nemzedék kirántja, eltáncolja, megissza és alszik rá egyet. Köszönöm Dancsó Péter szakértő közreműködését és azt, hogy újra eladta magát. A kedves nézők biztosak lehetnek abban, hogy minden Júdás ezüst jó kezekbe került. Jövő héten is lesz Objektív, addig is iratkozzanak fel. Iratkozzatok fel! Megosztásokban, lájkokban gazdag jó éjszakát kívánok!